A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntöm a Fejévár Televízió nézőit. Fogas kérdések című magazin műsorunk jelentkezik. Én csak nagyon rövid időre venném át a szót, és adjuk is tovább azonnal dr. Csulak Fruzsinának és munkatársainak, akik egy fogkő eltávolítást fognak megmutatni azoknak a televízió nézőknek, akik velünk tartanak, hiszen a fogkő, tudjuk jól, sok probléma okozója lehet. Tartsanak velünk! Timának ma egy fogkőeltávolítást fogunk végezni. Körülbelül egy éve volt fogorvosnál, és elvállalta, hogy felvehetjük azt, hogy az egész beavatkozást tulajdonképpen elvégezzük rajta. Fogunk először egy kis állapotfelmérést csinálni, tehát átnézem a fogakat, illetve utána a különböző lerakódásokat eltávolítom a fogairól, majd pedig megbeszéljük, hogy hogy tudja jól tisztítani a fogait. Oké, nyithatsz egyet. Most átnézem először a fogakat. És levegőt fogok csak fújni. Jó, vannak olyan tömések, amiket érdemes lenne majd kicserélni. Most megcsináljuk a tisztítást, és akkor majd utána a következő alkalommal azt meg lehet. Jó, és akkor azt beszéltük, hogy egy picit befújom az ínyt. Jó? Fájjon a kőeltávolítás, ez egy kis mirokai spré lesz csak. De ez el fog múlni egy 2-3 nap tájabb lítés, meg ugye a fogkőeltávolítás utána az rendben lesz. Most ugye az íny feletti fogkövet távolítottuk el. Az íny alatti fogkőeltávolítás az külön érzéstelenítés kell. Van egy-két terület, ahol pótlás van például, ilyen korona, ahol mélyebben be kell nyúlni, és akkor azt úgy szoktuk, hogy amikor megszűnik ugye ez az íngyulladás, most majd a szájöblítés meg a fogkőeltávolítás hatására, akkor egy következő alkalommal megcsináljuk a mélyi tisztítást. Okay. Jó? Szuper, köszönöm. Annyi lesz még, hogy átpolírozom a fogaidat egy ilyen fluoridos pasztával, jó? És akkor utána készen is vagyunk. Ez leszedi a kisebb elszíneződéseket, meg elsimítja a fogfelszínt. Jó, és akkor majd esetleg egy röngent azt javasolnék, jó? Hogy csináljatok. Érdemes lenne megnézni itt az érzékeny fogakat. Jó? Szuper, kisöblítheted. Így tűnik el a fogkő, a fogakról az a fogkő, amit az elején már megbeszéltünk, több alkalommal is szóba került. Sok probléma okozója lehet. Köszönjük szépen a figyelmet, fogaskérdések hamarosan újra itt a Fejérvár Televízióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.